A koronavírus elleni védekezés első védvonala, első bástyái az egészségügyben dolgozók. Ezúttal is szeretném megköszönni minden egyes egészségügyi dolgozónak azt a megfeszített munkát, amit március 11-e óta tesznek városunk lakóiért. És egyben szeretném megköszönni a lakosainknak is azt a türelmet és toleranciát, amit tanúsítanak a kialakult helyzet kapcsán, és megértették azokat a kéréseket, felhívásokat, utasításokat, amelyek annak érdekében születtek, hogy az egészségügyi dolgozóink önmagukat is meg tudják védeni, és így tudjanak értünk dolgozni. Köszönöm szépen az ő áldozatos munkájukat, és köszönöm a lakosoknak is az együttműködését. A egészségügyben dolgozó munkatársaim, barátaim, kollégáim nevében mondom, hogy jól vagyunk. És az, hogy jól vagyunk, az elsősorban önöknek, békési lakosoknak köszönhető, hisz azt kell mondanom, hogy eddig a be nem köszöntött hideg miatt az otthoni polcon rejtegetett kalapomat is leveszem, azelőtt, ahogy önök fogadták ezt a járványt és a járvánnyal álló nagyon életterünket nagyon beszükítő intézkedéseket. Talán az első nap voltak a rendelőmben, a rendelőintézetben az én rendelőm előtt olyan csak nem 20 ember, aki még nem értesült arról, hogy hogyan kell orvoshoz fordulni. Utána már napi 10 alatt, sőt volt két olyan nap is már a héten, amikor senki személyesen nem jött el a rendelőbe, és ez óriási nagy dolog. Nagy dolog egyrészt, mert azt jelenti, hogy rekordgyorsaság alatt átment az üzenet minden békési lakosnak, és be is tartja nagyjából mindenki. Működik a távgyógyítás, mi sem gondoltuk volna, hogy ennyire igen. A génjeinkben évszázadokon keresztül megőrzött nagymamák során átöröklött, napjainkban átöröklött gyógyítási módok se perc alatt megjelentek. Már nem antibiotikumért verik le az ajtót a kedves betegek, hanem azt kérdik, hogy mit tegyek, hogy meggyógyuljak gyógyszer nélkül, és szépen így szokunk vissza a kis méznyalogatásra, meg a kis gyógyító teákra, meg a hagyma teára, meg a fokhagyma evésre, meg a méznyalogatásra, tehát a ősi gyógymódok előjönnek, és ez nagyon jó. És szépen gyógyul is mindenki tőle. A másik, ami örömteli számunkra, egészségügyben dolgozók számára, az az aggódó, féltő szeretet, amit tapasztalunk a lakosság részéről, hisz félénken ugyan, de nagyon sokan, amikor elmondták, hogy mit szeretnének, megkérdik, és hogy önök hogy vannak, doktor úr, hogy bírják. Na, azért bírjuk, mert ilyen kedveseket szoktak tőlünk kérdezni. De hogy a konkrétumokról is elcsek néhány szót, bizonyára már a könyökükön jön ki, de azért csak jó, hogyha elismételjük. Telefonorvoslás működik, tehát bármi bajuk volna, először a háziorvos az, akit fel kell hívni telefonon, legyen az a vonalas telefon, amit közzétettünk az újságba, a Matrixon, minden fórumon, ugye kinek-kinek külön vonalas telefonja van a rendelőjében, legyen az a jól ismert mobiltelefon, és akkor amit lehet telefonon elintézünk, gyógyszert tudunk írni úgynevezett e-recept formájában, tehát nem kell papírreceptért bejönni, kivéve a gyógyászati segédeszközöket, hanem a patikában kiválthatja mindenki a elektronikus úton átküldött úgynevezett e-receptet, csupán a személyigazolvány meg a TB-kártya kell hozzá, illetve ha akinek felírtuk, nem tud személyesen elmenni, akkor annak hozzátartozója, szomszédja, rokona, ismerőse, bárki kiválthatja a saját személyigazolványával, tehát azéval, aki kiváltja, és a betegnek a TB kártyájával, vagy elég, ha egy darab papírkára a TAJ számát felírja, és ennek ennyi elég adat ahhoz, hogy megkapja a gyógyszereket. A gyógyászati segédeszközöket sajnos így nem lehet. Azok kiadását úgy szoktuk megoldani, hogy akkor mégiscsak a rendelőintézet fele kell jönni, és a minden rendelőnek van vagy az élővíz csatorna fele, vagy a másik oldalt ablaka, és azon ki szoktuk adni a recepteket, hogy minél kevesebb kapcsolatba, érintkezésbe kerüljenek velünk. Mert ugye ilyenkor elsősorban mi
orvosok, egészségügyi dolgozók vagyunk azok, akik a dolgok jelen állapotában önöket veszélyeztethetjük azzal, hogy esetleg hordozzuk a vírust, még ha nem is vagyunk betegek. Valószínűleg nem ússzuk meg, el fog jönni az az időszak is, amikor sok beteg lesz, és akkor mi leszünk azok, akik inkább veszélyeztetettek leszünk a betegek miatt. Addigra remélhetőleg megkapjuk a hatóságainktól a megfelelő védőeszközöket, hisz az igényfelmérés megvolt, bizonyos maszkjaink már vannak, védőruhát vettünk magunknak, és ígéretet kaptunk, hogy a többit is pótolják, gondolom akkor, amikor forróvá válik a talaj a lábunk alatt. Amit ezzel kapcsolatban még lényeges volna tudni, hogy ha munkaidőn kívül, tehát nem ér utol a beteg engem, mint háziorvos, vagy bármelyik kollégámat délután, amikor úgymond nem vagyok munkában, de amióta ez az állapot van, természetesen, ha az örök fel szoktuk venni, akkor nyugodtan fordulhat az ügyelethez, illetve fordulhat a mentőhöz, hogyha nagyon rossz állapotban van, hívja a 112-t, és a mentősök is kikérdik, és minél további nélkül olyan felszereléssel jönnek, ami szükséges, ha kell védőruhába, ha nem, nem. Természetesen minden heveny betegség, akut betegségnek az ellátása változatlanul működik, tehát senki sem fog sem agyvérzéssel, se vakbélgyulladással, se szívinfarktussal, se befulladt asztmával kárt szenvedni attól, hogy veszélyhelyzet van, ők is ellátásra kerülnek. A szakellátásokat bizonyára látták, hogy úgy működnek jövő héttől. Most már a Békés Mátrixon és a Város honlapján is olvasható, hogy minden szakorvosnak megvan a telefonszáma, és azon a számon lehet telefon doktorként őket is igénybe venni, illetve van néhány szakrendelés, ami továbbra is működik, ilyen a sebészet, a röntgen, vagy az ultrahang, vagy a kardiológia például, ezek még működnek. A terheseknek az ellátása is változatlan, és akik véralvadásgátlót szednek, az ő ellátásuk is változatlanul működik, tehát a vérvételek ilyen szempontból számukra elérhetőek, már nem a rendelőintézet emeletén, hanem a tüdőgondozóban a rendelőintézet udvarán. Még egyszer ismétlem, a sürgősségi vérellátás a véralvadásgátlót szedőknek és a terheseknek továbbra is működik. Mint ahogy, ha valakinek nemzetgazdasági szükséglet a munkába állása, és ahhoz tüdőszülő kell, akkor az is elérhető, illetve egy friss tegnapi rendelet fényében ettől most már el is tekinthetnek a foglalkozás egészségügyi szakorvosok, hogyha valakinek munkába kell állni, majd bepótolja, ha lejár a vészhelyzet. Még a veszélyhelyzettel kapcsolatban annyit, hogy akinek a gyógyszeréhez szakorvosi javaslat kell, akinek a közgyógyigazolványa lejár, akinek a jogosítványa lejárt, azoknak nem kell hosszabbítani, hanem a veszélyhelyzet végétől számított még 90 napig érvényesek, mint ahogy a munkaalkalmasságok is érvényesek a veszélyhelyzet lejárta után még 15 napig. Tehát semmi vész, nem kell ezért szaladgálni, az inzulintól, az aszma gyógyszerig, az alvadásgátlóig, mindent, ami javaslatos gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz, továbbra is felírhatunk, még ha javaslat le is járt. Mondom, még egyszer, jogosítvány, közgyógy is, minden ketyek tovább, úgy, ahogy a gyesgyed, stb. Is. Amit még el szerettem volna mondani az örömteli dolgok között, hogy jól eső látni a városban a szépen beöltözött, maszkos, védőköppenyes, gumikesztyűs jó részt hölgyeket, akik a szociális szolgáltató munkatársai tulajdonképpen, és azt jelzik, hogy úgy, ahogy az önkormányzat, a városvezetése ígérte, egyetlen egy szükséget szenvedő, egyetlen egy kis öregünk vagy rászorulónk sem marad ellátás nélkül, hisz a szolgálat munkatársai ott vannak, viszik, amire szükség van, bevárják,
vásárolnak, tehát végzik az eddigi munkáikat, ha lehet még nagyobb odafigyeléssel, bár eddig se érhette szó ez irányban a ház elejét. Ha bárki ilyen emberről tud, mint ahogy eddig is, jelezze az önkormányzatnál, és az önkormányzat segíteni fog. Odafigyelünk mindenkire, itt minden ember értékes, legyen az bármi foglalkozású, vagy bármilyen korú. A korról jut eszembe, ugye ez a vírus sajnos nem válogat, a csecsemőtől az időség mindenkit meg tud fertőzni. Azonban, ahogy az idő telik fölöttünk, hát összeszedünk mindenféle nyavaját, krónikus betegséget, és azok, akik ebben a betegségben szenvednek, illetve 60-65 éven túl vannak, fokozottabban veszélyeztetettek. Nem azt jelenti, hogy ők többen kapják el ezt a betegséget, hanem azt, hogyha elkapják, akkor nagyobb veszélynek, sőt, akár életveszélynek is ki vannak téve. Ezért szeretnénk, ha továbbra is, ahogy példásan tették eddig is jó részük, ettől arrafele is otthon maradnának, nem mozdulnának ki, hisz ha valami ennek az országnak, ennek a magyar nemzetnek most jót tett ebben a megpróbáltatásokkal teli időszakban, az, hogy szót fogadtak a maradj otthonnak. Azzal, hogy most egy kicsit kellemetlen, mert elizoláljuk, elszigeteljük őket sokszor a családjuktól, meg a jó barátoktól, meg szomszédoktól, meg a klubjuktól, meg a kirándulásoktól. Azért tesszük, mert az érdekükben tesszük és kérjük, és szeretnénk a jó bölcs öreg tanácsaikat a jövőben is élvezni, a szeretetüket élvezni, a simogató kezüket is szeretnék érezni még az unokáik. Tehát továbbra is azt kérjük, hogy maradjanak otthon, vigyázzanak magukra, mert őket így tudjuk megóvni. Akár az önkormányzat, akár a családjuk, akár a szociális szolgáltató, mindig lesz, aki segítsen, csak jelezzék, hogyha szükség van erre. A holnappal életbe lépő nem kiárási tilalom, hanem kiárási korlátozás pedig még egy plusz esélyt is ad a 65 éven felülieknek, hisz a kormányunk jól érzett arra rá, hogy nagyon nehéz nekik a bezártság, ezért lehetőséget ad, hogy holnaptól két hétig, amíg a rendelet egyelőre hatályban van, majd látjuk húsvét vasárnapján, hogy meghosszabbítják-e, vagy mi történik, lehetőséget ad nekik, hogy 9 és 12 között kimozduljanak otthonról, és elmenjenek a patikába, vagy elmenjenek élelmiszert, vagy tisztítószert bevásárolni. Nagyjából ez a 3-4 üzlet van felsorolva, ahová kimozdulhatnak, olyan korlátozással, hogy ebben a 3 órában az illető üzletben, ahova bemennek, csak és kizárólag őket szolgálják ki, a 65 éven felülieket, nem tartózkodhat az üzletbe, az elárusítón és a rajtuk kívül senki, csak ők, pont azért, hogy a fiatalabb korosztályon ne tudjanak találkozni, hisz ők potenciálisan lehetnek vírushordozók és megfertőzők. Őket. A fiatalabb korosztályt meg arra kérjük a 65 év alattiakat, hogy 9 óra előtt, illetve 12 után eszközeik bevásárlásaikat, hogy idősebb korosztály tagjait ne fertőzzék meg. Nos, ahogy végig gondolok, körülbelül ez, ami hirtelen eszembe jutott ezzel a helyzettel kapcsolatban, talán még annyit, hogy az egyik legnehezebb nap a járvány kapcsán talán a tegnapi volt, hisz úgy megszoktuk, hogy hál' Istennek nem nagy számban nőnek a megbetegedettek, meg hál' Istennek a halottak sem, a Európa többi országához képest. Elhangzott viszont egy mondat a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter Gulyás Gergely szájából, hogy járványügyben jártas, matematikában jártas, és is nagyon fontos dologról van szó, hisz a matematikusok eléggé jól megjósolták, hogy mi várható. Tehát ebben jártas szakemberek azt mondják, hogy ha a mai trend, mai ütem marad Magyarországon érvényben, tehát nem galoppírozódik el, nem hatványozódik meg a betegek száma, akkor körülbelül júniusra, júliusra várható a járványnak a tetőzése. Mindenkit megdöbbentett ezt, hogy atya világ, hát már azt reméltük, hogy húsvétra, meg hát május a legkésőbb, és most azt mondják nekünk, hogy június vagy július, amikor tetőzik a járvány. Ugye ez iszonyú.
Igen, de ha tetszenek, visszatetszenek gondolni, pont én írtam valamelyik békési újságbeli jegyzetemben, hogy még a járvány kezdetén azt mondták, hogy ha nyárára tetőzik a járvány Magyarországon, akkor járunk jól. Akkor tudjuk úgy azt a sokak által ismert görbét elkenni, hogy ne egyszerre legyen sok beteg az országban, és úgy járunk, mint Olaszországban, hogy 10%-os halálozás van, és nem tudják megállítani a járványt. Mindig reménykedünk, hogy na most, ma reggel jött a korrekció, hogy rosszul számoltak, mégiscsak emelkedett Olaszországban ismét a halottak meg a megbetegedettek száma. Tehát, hogy ne ez a döbbenetes helyzet alakuljon ki Magyarországon, ezért el kell nyújtani, el kell kenni a járvány kialakulását, hogy nem tudjuk megakadályozni, hogy nulla legyen a betegek száma, de hogy minden nap ne sokkal nőjön, ne hatványozottan nőjön, hanem egy pár tízzel csak. Mert így a magyar egészségügy eleget fog tudni tenni a betegellátásba, és senki se fog azért meghalni, mert nem lesz elég ágy, vagy nem lesz elég orvos, aki ellássa. És ugye ilyenkor egy lépést még tovább kell gondolni, hogy ha június-júliusra várható a tetőzés, akkor azt tetszenek tudni, hogy nem sokkal kevesebb idő lejönni egy hegyről, mint amennyi idő alatt felmegyünk. Tehát ha július-júniusban tetőzik, akkor bizony elég sok hónapba telik, amíg leballagunk és várjuk, hogy minden nap csökkenjen a fertőzöttek vagy a betegeknek a száma, tehát türelem, szükségeltetik, az kell ahhoz, hogy megússza az ország, megússza Magyarország, megússzuk mindnyájan, vagy minél többen ezt a járványt, hisz az idő most nekünk dolgozik. Egyre nő a remény, hogy megtalálják az orvosságát, vagy az ellenszerét, vagy az oltását, a védőoltását ennek a vírusos járványnak. Záró gondolatként én annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindez a rossz, mint mindig az életünkben, nem tudjuk, hogy milyen jónak az eredője. Most kellemetlen, meg nagyon rossz, meg félünk, meg féltjük a szeretteinket, de mindez azért megtanít valamire. Megtanít a társasorban arra, hogy az a bolond világ, az a mókuskerék, amiben nap mint nap éltünk, az nem tartható fenn a világ végezeteig, mert magunkat és a világunkat, az élhető világunkat tesszük tönkre ezzel az életmóddal. Megtanított arra, hogy amire azt mondtuk, hogy nincs időnk, mert borzasztó fontos elintézni valóink vannak, amikor ezek a borzasztó fontos elintézni valókról kiderül, hogy nem is annyira fontosok, meg halaszthatóak, meg lehet nélkülük élni, akkor ismét megtaláljuk otthon a kiskertet, megtaláljuk otthon a könyvet, ismét rászapunk arra, hogy beszélgessünk a családtagjainkkal, hogy az emberi kapcsolataink, még hogyha személyesen nem is tudunk kapcsolatba lépni, de írott formában, e-mailben, telefonon létezzenek és éljenek. Megtanuljuk ismét értékelni azt, ami a legfontosabb másikunkban is, az emberséget, a szeretetet, a jót, az igazi boldogságot. És gondoljanak csak arra, hogy mekkora öröm lesz, amikor túl leszünk remélhetőleg mindannyian éppen ezen a megpróbáltatáson, hogy újból találkozhatunk a szeretteinkkel. Éppen most beszéltem a jegyzőasszonyjal, aki nászasszonyom is, és mondtuk, hogy nem látjuk az egyik unokánkat, lenyeljük, keserves, nem jó, de hogy mire találkozhatunk velük, valószínű, hogy már két unokánk lesz, akinek nem lehetünk ott a megszületésénél, nem foghatjuk kezünkbe, ezt is le kell nyelni. De milyen jó lesz, amikor végre megtehetjük, ha remélhetőleg megtehetjük. Tehát erre a várható jóra tessenek gondolni, és kívánom azt, hogy mindenki találja meg a nyugalmát, a lelki békéjét, ha Isten hívő, ha nem, találja meg azt a kis csendes sarkot a lelkében, ahol el tud húzódni, és meg tudja emészteni, és erőt tud meríteni a mai bajok idején, és hogy ne féljen, hanem higgyen, mindegy, hogy miben, ha Istenben, ha bármiben, de higgyen abba, hogy ebből van kiút, és hogy ez egy óriási nagy tanulság lesz egyenként mindegyikünknek is, az egész magyar társadalomnak is, de valószínű, hogy az egész világnak is, és az biztos, hogy a holnap nem a tegnap lesz, tegnapnak lesz a folytatása, hanem valami újnak a kezdete. Ehhez az újhoz kívánok békés minden kedves lakosságának sok erőt és kitartást, és még egyszer hála és köszönet, ahogyan fogadták ezeket a nehéz napokat. Köszönöm, hogy meghallgattak.